Lezárások várhatók a jövő héttől, így nagyobb dugókra készülhetnek a budapestiek. Hétfőtől lezárják a Lánchidat, de a nyugati pályaudvarra sem érkeznek vonatok egy hónapig a felújítási munkák miatt, ahogyan a Blaha-Lujza teret is átépítik. A kormány a fővárost bírálta a hatalmas dugók miatt. A főpolgármester tanácsadója Fidesz műbalhéjának nevezte a reakciókat. Áll a kocsisor Lipótvárosban, és nagy a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton is. A jövő héttől pedig még nagyobb dugóra számíthat az, aki autóba ül. Az országház környékén lévő rakpart átépítése a héten kezdődött meg. A projekt során egybefüggő burkolatot kap ez a rakpart szakasz. A Lánchidat jövő héttől zárják le az autós forgalom elől. Felújítási munkák folyamatosan lesznek a nyáron. Lezárják a nyugati pályaudvart egy hónapig, megújul a Blaha-Lujza tér is. Jövő hét közepétől szintén lezárják a Hárosi Dunahíd északi hídját, szintén felújítás miatt. Jövő hét végétől pedig a Hegyalja úton buszsávot jelölnek ki. Budapestet megbénította a dugó. Erre Karácsony Gergely azt üzeni a dugókban ülőknek, hogy szálljon ki a kocsiból és menjen gyalog. A Fidesz videóban bírálta Karácsony Gergely mondatait. Karácsony Gergely Facebook bejegyzésben üzent Hollik Istvánnak. Egy újságírói kérdésre válaszolva azt javasoltam képviselő úrnak, hogy ilyen esetben esetleg szálljon ki az autóból és menjen gyalog. Erre a Fidesz elárasztotta a Facebookot azzal a hazugsággal, hogy ezt én a budapesti autósoknak üzenem. Fürjes Balázs pedig Facebook bejegyzésében azt kritizálta, hogy miért nem a járvány miatti lezárások idején valósultak meg ezek a felújítások. A főpolgármester kabinetfőnöke a kormány műbalhéjának nevezte a Fidesz reakcióját. Szerinte a korábbi városvezetés mulasztásai miatt valósulnak meg most ezek a projektek. Nem voltak előkészítve ezek a projektek megfelelően az előző városvezetés által, ezért kellett ezeket több esetben újabb közbeszerzést kiírni, így tudtuk mostanra megvalósítani. Ugye ezt érdemes tudni azt, hogy egy tervnek az elkészítése, egy kivitelezési közbeszerzési eljárás, ezek hosszú hónapokig tartanak. A közlekedő tömeg szerint a dugók fő oka, hogy az elmúlt 5 évben 200 ezerrel nőtt az autók száma. Ekkora forgalmat egy történelmi városrészekkel rendelkező sűrűn beépített város gyakorlatilag nem bír el. Egész nyáron át tartó különböző korlátozások miatt a közlekedő tömeg azt javasolja, aki teheti, a kötött pályás közlekedést válassza.